Sesztakov. Na most viszont ott gyorsult a fagyos talajon. Az a fejes, az jónak tűnik. Micsoda gól ez végül. Nem tűnt ez egy borzasztóan erős fejesnek, de Tajti tökéletesen helyezte. Vezet a Diósgyőr a 15. percben. A paksi védők is csak földbe gyökerezett lábbal nézték, hogy Tajti ott egyedül tud fejelni. Mi az, hogy tudott, gólt fejelt belőle. Itt Sesztakovnak meggyűlt egy kicsit a baja azzal is egyáltalán, hogy utolérje a labdát, Tajtin pedig nincs ember. Remek fejes a bal alsó sarokba. Hát 0-0 már biztos nem lesz ez a meccs.